Tisztelt Országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, interpellációt nyújtott a belügyminiszterhez. Miért kell egy rendőrnek meghalnia ahhoz, hogy egy késsel támadó bűnöző ellen végre fegyvert használhassanak címmel? Novák Előd képviselőt illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, az újbudai rendőr gyilkossága részvét kifejezésén túl tetteket is megkövetel, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő hasonló tragédiák. Javasoltam a szolgálat teljesítés közben hősi halált halt Balman Péter rendőr főtörzsőrmester posztumusz előléptetését. Ezt megtette belügyminiszter úr, köszönöm. De a jogszabály változtatási és védőeszköz beszerzési javaslataimat már nem támogattak. A jelenlegi túlzottan szigorú szabályok között a rendőrök szinte soha nem merik használni fegyverüket a bűnözőkkel szemben. Például néhány hónapja az M5-ös autópályán több 10 kilométer hosszan üldöztek olyan embercsempészeket, akik közben éles lőfegyverrel tüzeltek a rendőrökre a forgalomban, majd amikor a bűnözők egy mező felé elszaladtak, még akkor sem merték használni a fegyverüket a rendőrök, amire pedig az elrettentő erő mutatása miatt is szükség volna. Ezért a hatósági személyek szolgálatteljesítés közbeni fegyverhasználati jogának szélesítését szorgalmazom. Ön ezt az indítványomat azzal utasította el, hogy az újbudai rendőrgyilkosság esetén megvolt a lőfegyverhasználat lehetősége, a rendőrt ezúttal nem hurcolják meg érte. De államtitkár úr, miért kell egy rendőrnek meghalnia ahhoz, hogy egy késsel támadó bűnöző ellen végre fegyvert használhassanak? Belátja-e, hogy a rendőrök fegyverhasználatát bátorítani, illetve egy jogaikat szélesíteni kell? Hiába kértem továbbá az állomány szúrás és vágásálló mellénnyel való felszerelését is, hogyha legalább ilyen erőszakos rendzavarókhoz vonul ki a rendőrség, akkor ilyen védőruhában legyenek. Államtitkár úr válasza szerint a rendőrség a szükséges számban rendelkezik balisztikai, tehát lövedékálló mellénnyel. Vagy akkor azt akarják mondani, hogy a hősi halált halt rendőr Balman Péter követett el hibát? Persze lehet hiba a kiképzésekben is, de a felszerelésük is hiányos, ezt ki kell mondjuk. A jelenleg rendszeresített és az autóban elhelyezett balisztikai mellény a kék színű, egy nehéz, hasznavehetetlen, leginkább katonai célra rendszeresített mellény, tehát nem olyan jó, amit akár már az eBay-ről is beszerezhet akárki, és amit mondjuk pulóver alá fel lehet venni. Pedig olyan kellene, amit a rendőr a szolgálatban lépéskor felvesz, és nem zavarja a mozgásban, szinte észrevétlenül tudja hordani, mert kényelmes. Ha azt a mellényt, ami jelenleg rendszeresítve van, felveszi a rendőr, nem tud mozogni, inkább egy jéghoki kapusra hasonlít. Szerintünk viszont inkább a csendőrség kellene példakép legyen, akár az olasz csendőrök védő felszerelései. Hajlandó-e tehát a szükséges változtatásokra, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló tragédiák, vagy pedig minden marad a régiben? Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt Országgyűlés, az interpellációra Rétvári Bence miniszterhelyettes úr válaszol. Önél a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. 2010 után célul tűztük ki, hogy egyrésztről mindenkinek, aki támadás ér, legyen egy arányos védekezési lehetőség. Emlékezhetünk, hogy 2015 sokszor azok kerültek a vádlottak padjára, akik a saját tulajdonukat vagy a saját testépségüket, életüket mentették, és azt vizsgálták, hogy mennyire volt az arányos vagy sem. Másrésztről pedig arra törekedtünk, hogy a közbiztonságot minél inkább növelni tudjuk Magyarországon. A konkrét ügy kapcsán össze minnyáján elsősorban a részvét hangján kell, hogy beszéljünk, hiszen itt egy igazi elkötelezett rendőr, fiatalember halála történt. Pintés rendőr miniszter nem csak hősi halottá nyilvánította Balman Pétert, hanem posztumusz rendőr főhadnagyjá is előléptette. Nyilvánvalóan óriási csapás ez, tragédia egy szülőnek elveszíteni a gyerekét. Ennél nagyobb szomorúságtan az életben nem is érhet senkit, mint a saját gyermekét elveszíteni. Megrázta az ott dolgozó rendőröket, és minden más rendőrt is, és minden jó érzésű embert is Magyarországon. Ugyanakkor, ha felszerelésekről, jogszabályi környezetről beszélünk, tisztelt képviselő, ahogy ön is mondta, minden járőrnek az autójában ott van a mellény, amelyet fölvehet, és természetesen a megfelelő
jogi körülmények is fennállnak, a rendőrségi törvény pontosan azért, hogy önmagukat meg tudják védeni a rendőrök, ez különösen fontos, ezért minden jogi lehetőséget biztosít, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ezzel a mostani rendőrségi törvényen, a fegyverhasználatnak a mostani szabályaival, ön is tudja, hogy a későbbiekben nyilván használták a fegyverüket, és az utcán úgy tudták a rájuk támadó bűnnel követőt ártalmatlanítani, a két megsebesített rendőr. Nos, tehát ez a mostani fegyverhasználati szabályozása, a rendőrség mostani kiképzése vitt minket viszont el oda, hogy a szándékos befejezett emberöléseknek a száma mondjuk körülbelül a felére esett vissza egy évtized alatt. De a bűncselekmények évenkénti elkövetési száma 447 ezerről 152 ezerre esett vissza. Ez jóval kevesebb, mint a fele. Ez körülbelül az egyharmadára, közel az egyharmadára esett vissza a bűncselekményeknek a száma. És ha ön is olvasta az Ipsos francia közvéleménykutató cégnek a felmérését, amit a világ szinte minden országában, minden fejlettebb országában elvégeztek, az is azt mutatta, hogy a magyar embereknek az egyik legnagyobb a biztonságérzete. Tehát az egyik legkisebb arányban a magyar emberek gondolják úgy, hogy bűncselekmény vagy erőszak áldozatává válhatnak. Tehát az az út, amely irányba mentünk, az a világ egyik legbiztonságosabb országává tette Magyarországot. A magyar embereknek az egyik leginkább van biztonságérzete. Tehát amikor más országok szabályozásait hoznánk itt föl, akkor gondoljuk végig, hogy általában olyan ország szabályozására lehet utalni, ahol rosszabb a bűnügyi statisztika, mint Magyarországon, ahol rosszabb a közbiztonság helyzete, mint Magyarországon. Mi ezzel az arányossággal, és a rendőrök ilyen felszereléssel, és rendőrbéremeléssel, fegyverpénzzel, rendőrautók lecserélésével, rendőrösök felújításával jutottunk el oda, hogy sikerült, na meg persze a börtönöknek a fejlesztésével, és a lakóinak számának erős bővítésével, jutottunk el oda, hogy Magyarország szerencsére a biztonságos európai országok közé tartozik, sőt, Budapest Európa egyik legbiztonságosabb fővárosa, és hála Istennek nagyon ritkán vannak ilyen esetek, amikor rendőrök az életüket veszítenék, minden egyes ilyen eset tragédia, de ha megnézzük az elmúlt 10-15 évben, akkor azt láthatjuk, hogy más országokhoz képest még lakosság arányosan is ritkábban történik ilyen Magyarországon, Amerikához viszonyítva, meg aztán pláne hála Istennek ritkábban történnek ilyen esetek, minden ilyen eset tragédia, de hogyha az egész rendőrséget, az egész országot nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy az a fajta arányosan fölépített és költségvetésből finanszírozott rendszer, ami most van, az Európa egyik legbiztonságosabb országává tette Magyarországot. Köszönöm szépen. Megköszönöm miniszter helyettes úr válaszát, megkérdezem, képviselőt elfogadja a választ, önni a szót. Államtitkár úr szerint minden szép, minden jó, mégis meghalt egy rendőr. Meg kellett halljon, mert nem használhatták a fegyverüket, mert a rendőrök nem merik használni a fegyverüket, és amit ön mond, hogy végül is az utcán már használhatta a két megsebesített rendőr, miután egy társukat megölték. Nem az utcán, a lépcsőházban kellett volna már használniuk a fegyverüket, de ezt nem tehetik meg. Éppen ezért igenis szükség van a rendőrök fegyverhasználati jogának szélesítésére, illetve a rendőrök fegyverhasználatának bátorítására. Letelt már sokszor az a bizonyos két hét, és oda jutottunk, hogy a rendőrök már magukat sem képesek megvédeni. Egy valamihez azonban a kormány nagyon ért, azt el kell ismerjem. A számok kozmetikázásához, a statisztikák kozmetikázásához, hogy például azt mondja, és azzal büszkélkedik, hogy a bűncselekmények száma nőtt, döntően azért, mert a szabálysértési értékhatárt megemelték, ugye 50 ezer forintra, és ezáltal mondjuk egy átlagos bicikli ellopása már nem is minősül bűncselekménynek, természetesen az csak szabálysértés. Éppen ezért a válaszát nem tudom elfogadni. Sokszor letelt a két hét, elfogyott a türelmünk. Rendet szeretnénk.